Sziasztok, Zsófi vagyok! Ez már a Homebody kihívásunknak tényleg itt a finisher szinte, hiszen ez a 18. részünk. Megmondom őszintén, hogy én ma nem vagyok túl jól, nem érzem annyira jól magam, azért nem is annyira, hogy nem szabadna tornáznom, viszont ha most nem vennék fel nektek, akkor biztos, hogy nem edzéssel tölteném a napomat. Ahogy ezt gondolom, sejtitek, hogy nem egy videót veszek föl nektek ilyenkor egyszerre, de maximum 2-3-at. Ez azért van, hogy én ne előre letornázzam, ahogy én ezt kigondoltam, hanem a ti visszajelzéseitekre tudjak reagálni, és annak megfelelően állítani össze ezt a 18 darab videót. És hát most sem egy videót veszek így föl. Meglátjuk, remélem, hogy nem fog látszódni. De természetesen kitartok, hiszen ezt a 21 napot ezt együtt töltjük, és ez akkor is, hogyha én lázasan nem vennék föl, már csak azért se, hogy példát mutassak nektek is. Kezdjünk is ehhez a maihoz hozzá, láthatod a címben, hogy egy törölközőre lesz szükség, ami most nem törölköző, hanem Vincónak a csigás pokróca. Jó, de egy körülbelül ekkora, vagy akár csak fele ekkora, tehát egy ilyen méretű törölközőre lesz szükséged. Bemelegítéshez ugye nem használjuk, viszont indíthatjuk, és mély levegő, kifúj, és letol a váll. Szívod, fújod, és told le. És le, és beszív, kifúj, és letol. Elnyúlsz egyik irányba, közép, másik és közép. Nyújtózunk, vissza, nyújtózunk, vissza. Elnyúlunk, és vissza, elnyúlunk, és vissza. Jó, egyik irányba köröz a csípőddel, vagyis ezt nem egy csípőkörzésnek hívjuk, meg hívják, de szerintem medencekörzés. Jó, tehát az egész medencéddel is egyre nagyobbakat körzünk. Jó, tartsd meg, és másik irány. És legyen egyre nagyobb a kör. Egyre nagyobb. Jó, és középen megállítod. Tedd előre a bal lábadat, és gyere, engedd le magad, és gyere föl. Le, és föl. Le, és föl, utolsó, és föl, csere, le, és föl, le, és föl, hosszan, föl, jó, és fönt tart. Fölhúzod a bal lábadat hátra, jó, ezért látszik egy picit, hogy nem vagyok egészen a toppon, de gyere, innen dőljünk előre, és vissza, tartod magad. És előre, és tartod magad, és megyünk le. Látjátok, még zokni is van rajtam, soha nincs rajtam zokni Pilates alatt. De azt is érzem, hogy kicsit így fázik a lábam. Csere, fölhúzod, és megyünk le, és föl, és le. És föl. Ilyen lassabb, precízebb a lejövetel. És föl. És egy utolsó. Jó. Letesszük a lábunkat, csuklott bokát átmozgatjuk. Oké. És akkor megfogjuk a törölközőt. Jó. Feltekerjük. És nyújtsd is föl. Gyere egy nagy terpezbe, és akart széttépni a törölközőt. Jó, ez a legfontosabb benne. Engedd le magad picit, erőközpont aktív, és megyünk le mélyre oldalra, és jössz föl. Másik, és mintha húznád föl magadat a karoddal. Le, és föl. Megyünk le, és föl. Akart széttépni tényleg a törölközőt. Elég sok
sokszor van, hogy egy gyakorlatot többféle módon vagy más eszközzel végzünk. De minden eszközzel egy kicsit más izomcsoportra hatunk, egy kicsit másképp erősítünk. És föl. Még egy pár így, és föl. Utolsó. És gyere föl, de most lemegyünk még egyszer, vagyis továbbra is lemegyünk, csak behúzod a törölközőt, és kitolod. És följössz. Másik oldal, behúz, gyere le, amennyire csak tudsz. És föl. Megyünk le. Húz, nyújt, és föl. Másik, húz, nyújt, és föl. Le, húz, nyújt, és föl. Le. Behúz, gyere le mélyre. Ne csak ott, ahol kényelmes. Ott, ahol nagyon kényelmetlen. És föl. Behúz. Kitol. Utolsó pár. Behúz. Húz szét azt a törölközőt. Legyen nehéz. Le. Húz. Nyújt. És föl. Jó, elfordulom. Az egyik kedvenc gyakorlatom. Ráadásul egyébként minél vastagabb, még sose csináltam ilyen pokróccal, minél vastagabbat fogsz, annál nehezebb szorítani, ugye? És az egész karod jobban dolgozik. Na gyere, emeld a lábad föl, emeld a karodat is föl, tartod és emeled, téped szét a törölközőt, és emel a karlát föl, le. Föl és le. Emel. Húzás. Föl. Föl. Emel. Emel. Feszíts rá farizmodra, törzsizmodra. Föl. Föl. Öt. Négy. Három. Tér szét a törölközőt. Egy. És lejövünk. Csere. Hátra. Jó, míg a botot csak tartottad, most tényleg húzod szét, nagyon sokat számít. Ha csinálod, érzed a különbséget. Lejövünk, és emel. Emel, dolgoztasd a hátizmaidat pluszban. Nem csak annyit, amennyire kell ahhoz, hogy emeld a karod, hanem húzd szét a törölközőt. Húzd szét, emel, nem homorítasz. Négy, három, kettő, egy, és lejövünk. Jó, na gyere is le, hátra lefekszünk, és annyi lesz a feladat, kis hasizom zárás egyébként, emeld a két lábad, és a sarkaidat told össze. Jó, így ebben a szögben. Nem látványos a feladat, hogy nagyon kell koncentrálnod. Vegyél egy levegőt, és ahogy fújod ki, nyomod össze a sarkaidat, és közben húzod szét a törölközőt. Jó, kis agymunka is. Levegő, és fújod, nyomod a két lábad, húzod a törölközőt, húzod be a hasadat, és enged. És szorítod a lábaidat, húzod a hasat, húzod szét a törölközőt. És enged. És fújod a levegőt. Lehet az, hogy egyszerre csak az egyiket csinálod, hogyha bonyolultnak érzed. És enged, jó? Tehát akkor lerakod, levegő, és fújod, húzod a hasadat, és téped a törölközőt, és engeded. Vagy fönt van a karod, és kilégzésre csak nyomod össze, és húzod a hasadat, és engeded. És ha megy, akkor mindent egyszerre levegő, és fújod, nyomd, és tépd a törölközőt. És enged, utolsó levegő, fújod, nyomod a lábad, húzod a hasad, húzod a törölközőt, és enged, és letesszük. Jó, fölhúzod mindkét lábadat,
Mindig kell kicsit helyezkednem, nem tudom, ti hogy fértek el otthon. Jó, megtartod, és ezt egy jobb lábadat behúzod, fölnyújtod, közte van a törölköző, behúz és csere. Behúz és csere. És fel. Húz és csere. Húz és csere. És föl. Húz és föl. Még egy pár. Húz és föl. Jó. És tedd le. És innen tedd rá a lábaidra a törölközőt, és egészen szűken fogod. Behúzod a hasadat. Húzod magadhoz a lábad, és billented a medencét, gördülsz hátra, és föl, és gördülsz, és föl. Húzod a hasad, és föl. És egy utolsó, és gyere is föl, és figyelj, tedd le a törölközőt, jaj, bocsánat, tedd le a lábadat, jó, nem lépünk rá, és így emeld fel a törölközőt. Igen, az ott van az első verzió, de nem úgy lesz. Jó, megyünk le oldalra, így is. Nyomd bele a talpad a talajba, jó? Mész le, és föl, és másik, és föl. Érzed a különbséget ahhoz képest, mikor álltunk? Le, és föl, és le, nyomd a talpadat a talajba. Le, és föl, egy utolsó pár, közép, másik, jó, lábtartás csere, kicsit ilyen törzscentrikus ez a mai, de hát a pilates az azért legtöbbször az. És megyünk le, és föl. Másik oldal, és föl. És emel. Le, és emel. Mélyre. Ugye eldőlnél, ha nem tartanád magadat. Egy utolsót. Le, és gyere föl. Jó. Jön az utolsó gyakorlatunk. Egy próbatételszerű. Gyere, tedd a két lábadat a talajra, fogd a törölközőt, és ne rodjon össze, jó? Sose. Megtartod, megemeled a lábaidat, és fönntartod. Térdek nem mozdulnak el egymás mellől, és leérinted az egyik végét, közép, másik, és közép. Leérint, közép, másik, közép. A térdek egymás mellett vannak. Le, és föl, le, és föl. Vissza, le, és vissza. Le, és föl. Mélyre, és tartod, húzod szét, és csak nyújt a láb, közép, másik, húzd szét a szalagot, törölközőt, húzd, és nyújt, közép, nyújt, közép. Jó, hogy dolgozik azért a comb is. Tol, utolsó pár, nyújt, vissza, nyújt, és vissza, és letesszük. És lefekszünk hátra, ez lassacskán csörögni fog. Lefekszel, és marad a kezedben a törölköző, jó? Vegyél egy mély levegőt. Jó, és húzd be a jobb lábadat. Tedd a talpadra a törölköződet, és húzd egy picit magadhoz, de nem csak ott. Jó, hanem hogy mi értelme van a törölközőnek, ezt nem annyira tudjuk, tehát ahhoz nagyon hajlékonynak kell lenned, hogy meg tud csinálni törölköző nélkül. Gyere, hozd ide ki a lábadat oldalra.
Jó, itt tartod és veszed a levegőt. Hogyha tudod, persze foghatod a lábfejedet, de nyugodtan fogd a töröl között, azért van ma nálunk. Jó. Még egy levegő. És visszahúzzuk. Levesszük. És csere. Ráteszed a talpadat a törölközőre, vagy a törölközőt a talpadra, és húzod magadhoz. Jó, húzd. Tényleg, hagyd nyúljon, és nyújtva legyen a térded. Jó, innen gyere, hozd le oldalra. Amennyire csak tudod, húzd közel magadhoz. Vegyél még egy levegőt. Jó. És húzd vissza. Levesszük a törölközőt. Feljövünk ülésbe. És még fogd meg, amilyen szélesen csak tudod. Ugye, hogyha egy keresztbe tekered össze, akkor ugye hosszabb lesz. És innen megemeljük, és még levisszük a két karunkat hátra, nyújtva, ahogy ezt a bottal is csináltad. És vissza. Jó, ezt most már csak így lassan, ez most nem a bemelegítés része, hanem egy pici levezetés, még akkor is, ha csak 15 percünk volt. Utolsó, le, tartsd meg ott, minél szűkebben, amúgy, hogy érezd. És hozd vissza. Jó, mély levegő. És fújt ki. És kedves egészségetekre. Remélem, hogy ti mindnyájan jól vagytok, meg azt is, hogy én is jól leszek. Nem állítom, hogy rosszul vagyok, csak kicsit gyengének érzem magam. Remélem, hogy azért jó volt a torna, és jöttök holnap is, az már a 19. napunk lesz. Addig is viszont az Instagramon ne felejts el feliratkozni, Zsófia Pölös néven találsz, és természetesen azért mondd el itt a véleményedet, mert mindenképp kíváncsi vagyok rá. Ha nagyon nem tetszett ez a mai, akkor legközelebb inkább nem veszek föl, hogyha nem vagyok olyan jól. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!